Három év kihagyás után rendhagyó helyszínen, a Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola aulájában rendezték meg a Kazincbarcikán már hagyománynak számító újévi koncertet. Az intézmény a Harmónia Énekkarral, a Melódia Kamarazenekarral, a Növendékekkel, Jancsó Dóra színművész énekesnővel, valamint Szolnoki Péter zeneszerző énekessel hozta el a legnépszerűbb operetteket, musical slágereket és örökzöld dallamokat. Szert Krisztián Szabolcs, az iskola növendéke, általában zongorázik vagy néptáncol a fellépéseken. Ezúttal viszont dúóban és trióban énekelt szólót. Számomra nagyon jó érzés volt ezen a színpadon fellépni. Egész héten, már 2022-ben is elkezdtünk erre a koncertre készülődni. Egész héten most egy ilyen próbahetet tartottunk, ami eléggé fárasztó volt, de meglett az eredménye szerencsére. Az est egyik sztárfelépője Jancsó Dóra színművész énekesnő volt, aki elárulta, számára mindig különleges élmény Kazincbarcikára látogatni, mert szülővárosa jelenti az otthont, itt él családja, valamint itt laknak hozzátartozói és barátai is. Azt gondolom, hogy elfogultság nélkül mondhatom, hogy csodálatos közönség volt, mert nagyon sok ismerős tekintet is volt a nézőtéren, sok mindenkit nem ismertem, és mégis egyszer csak az az érzés uralkodott el rajtam, hogy úgy mindannyian ismerjük egymást, és ez olyan nagyon csodálatos dolog volt, és egy plusz energiát adott az esthez. Az újévi koncert nem csak a Növendékek bemutatkozásáról szól, a tanárok is szeretik megmutatni magukat a közönségnek. Azt gondolom, hogy a gyerekek, a tanárok nagyon szeretik ezt, és szeretik megmutatni magukat így a nagy közönségnek. Ez egy nagyon jó alkalom, hogy a város közönsége nem csak a sztárvendégeket, hanem az iskolát is láthatja egy másfajta arculatáról, hiszen itt azért valljuk őszintén sokkal könnyedebb műfajokat adunk elő. Az újévi koncert sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy gyakorlatilag egymás után kétszer is sikerült megtölteni a nézőteret a közönségnek, így a műsort kétszer is előadták az este során a fellépők. Mindkét alkalommal vastapssal jutalmazták a produkciókat, a művészekkel közösen ünneplő kazincbarcikaiak.